Szeretettel köszöntök mindenkit! A világ bármely nyelvén, ha azzal kezdem a mondani valómat, hogy egyszer volt, hol nem volt, csillogó szemek várják a mese folytatását. És megkockáztatom, hogy még a felnőttek is, hiszen mindig, mindenkorban szeretünk meséket, szép történeteket olvasni. Szeptember 30-a van, a Magyar Nép Mese Napja. Benedek Elek mesemondó tiszteletére az ő születésnapján Mesekönyvek nyílnak ki, és újra a népmesék világába kerülünk. Tavaly ezen a napon rajzpályázatot hirdettünk, melyre rengeteg szép alkotás érkezett, idén pedig arra gondoltunk, hogy népmeséket fogunk önöknek felolvasni. Két kollega vállalta is, hogy a gyermekeik által legkedvesebb meséket megosztják önökkel. Először is fogadják szeretettel Szoták Adrián kollega nő meséjét. A tavaly meghirdetett rajzpályázatunkra, ahhoz a meséhez is készült illusztráció, amit én most el fogok nektek olvasni. Ezt a gyönyörű képet egy hetedik osztályos tanuló készítette. A Kőleves. Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer egy háborúból hazatérő szegény katona. Rongyosan és éhesen ment egyik faluból ki a másikba be, de bizony nem kínálták meg sehol se egy falás kenyerrel vagy egy kis meleglevessel. Bekéreckedett az egyik házhoz is, kért a másik háznál is. Volt, ahol a kutyát is ráeresztették, máshol meg olyan szegénynek tettették magukat, mint akiknek semmiük sincs. Elhatározta magában a katona, hogy a következő faluban bemegy a legelső házba, és lakjon ott bárki is, levest főz magának. Ahogy beért a faluba, föl is vett az útról egy követ, és bement a legelső házba. Egy öreg asszony lakott itt. Jó napot, öreg anyám! Adj Isten vitéz, uram! Hát, hogy mint szolgál az egészsége? Az enyém szolgál, ahogy szolgál. Hát, vitéz uramnak, hogy szolgál? Nekem is éppen úgy szolgál, ahogy szolgál, de nagyon éhes vagyok, és úgy ennék valamit, ha volna, aki szívesen adna. Jaj, lelkem, vitéz uram, adnék én, ha volna, de én is olyan szegény vagyok, mint a templom egere. Semmim sincs, tiszta üres a kamrám, üres a padlásom, üres mindenem. Még egy falás sincs ide haza. Jól van, mondja a katona. Én nem vagyok annyira szegény, mint az látszik. Van itt a zsebemben egy jó nagy kő. Ebből én tudnék levest főzni, csak kéne egy üstöcske vagy egy fazék, amiben megfőzhetném. Kíváncsi lett nagyon az öreg asszony, milyen lehet az a kőleves. Fazekat éppen adhatok, mert az van elég, mondja az öreg asszony, csak az nincs, amit beletehetnék. Megmosta a katona a követ, jó alaposan, aztán betette a fazékba. Az öreg asszony tüzet rakott. A katona vizet töltött a kőre, és oda tette főni. Időnként egy jó hosszú fakanállal megkeverte a vizet. Leste az öreg asszony, hogy mit csinál a katona. Amikor a víz már folt, a katona megkóstolta a levest. Finomnak finom, mondja, de ha egy kicsi só volna benne, akkor még finomabb volna. Hozok én sót, van nekem, sürgölődött az öregasszony, s már hozta is. Beletette a katona a levesbe a sót, megkevergette jól, s azt mondta. tudja ha lenne egy kanálka zsírja, akkor lenne igazán jó ez a leves? Felelt rá az öregasszony van nekem az is, hozok én. Hozott egy kanál zsírt, azt is beleeresztették a fazékba. Kevergette a katona a levest, kóstolgatta, az öreg asszony megleste. Egyszer azt mondta a katona. Tudja, én gyakran főzök kőlevest, és elmondhatom, hogy a külleves akkor a legfinomabb, amikor egy kis kolbász is kerül bele. Van nekem kolbászom is, vallotta be az öreg asszony, hozok én egy darabot a kamrából. Be is ment, a katona meg utána kiáltott. Hozzon akkor már két darabot, öreg anyám, mert nekem is kell egy darab, meg magának is. Hozok, hozok, kiáltott vissza az öreg asszony, és már hozta is a két darab kolbászt. A katona beletette ezt is a fazékba. Közben szép lassan kevergette, kóstolgatta. Tudja-e, szólalt meg újra, ha volna egy pár szem krumplia, azt még beleapríthatnánk a levesbe, s még egy kis zöldség is kerülne, akkor volna csak igazán fölséges? Van nekem az is, büszkélkedett az öregasszony, mindjárt hozom is. Hamar hozott egy pár zöldséget, krumplit, aztán gyorsan megpucolták, végül azt mondta az öregasszonynak: Kóstolja csak meg maga is, hogy milyen jó. Megkóstolja az öregasszony is. Jaj, hát sose hittem volna, hogy kőből ilyen jó leves lehessen főzni, csapta össze a kezét. Hagyták még egy kicsit főni, aztán így szólt a katona. Még egy pár szem rizs is jó lenne bele, ha volna, de ugye az nincsen. Van nekem az is, bólogatott az öregasszony, hamar még egy pár szem rizst is hozzátettek, felsóhajtott a katona. Most már tisztára olyan ez a leves, mint amilyeneket én szoktam főzni. Megvárták, hogy megfőjön, aztán a katona szedett egy jó nagy tányérra az öregasszonynak, egyet magának, s jó ízűen megették. Az öreg asszony nem győzött eleget csodálkozni, hogy miként lehet egy kőből ilyen jó levest főzni. Mikor jól legtak, azt kérdezte a katonától. Mondja, vitéz uram, nem adná el ezt a követ? Sokszor az sincs, mit főzzek, s ebből milyen jó levest tudnék én főzni. Eladom én szívesen, felelte a katona, és elmosolyodott a bajusz alatt. Száz forintért odaadom. Az öregasszony hamar odatta a száz forintot, kivette a levesből a követ, egy kendőbe betakargatta, és jól eldugta. A katona meg elson fordált a száz forinttal, nehogy az öregasszony meggondolja magát. Így már jól is lakott, volt neki száz forintja is, vígan rótta estig az utat, amíg nem talált megint egy olyan öregasszonyt, aki nem tudta, hogyan kell főzni a kőlevet. Ott aztán újra jól lakott. Ez volt a kőleves története. Éljetek úgy, hogy nektek sose kelljen megkóstolnatok. A kőleves története után hallgassák meg kolléganőnk Suhaneszné Zalai Mónika meséjét. Én a gyerekeim kedvenc meséjét hoztam nektek, a kis gömböcöt. Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy szegény ember, annak volt egy felesége, három leánya, meg egy kis malaca. Egyszer megölték a kismalacot, a húsát felkötötték a padlásra. Már kolbásza, hurkája, sonkája minden elfogyott a kismalacnak, csak a gömböce volt még meg. Egyszer arra is ráéhezett a szegény asszony, felküldte a legöregebb leányát a padlásra. egy leányom, hoz le azt a kis gömböcöt főzzük meg, felment a legöregebbik leány érte, amint le akarta vágni, elkiáltotta magát a kis gömböc. Han bekaplak, ezzel bekapta. Már odalen nem győzték várni, felküldte a szegény a középső leányát. Eregj már, leányom, nézd meg, mit csinál a nénéd ennyi ideig. Felment a középső leány, kereste a nénjét, és hogy nem találta, le akarta vágni a gömböcöt. De a gömböc megint elkiáltotta magát. Ham, téged is bekaplak? Azzal bekapta ezt is. Már odalen sehogy se tudták elgondolni, hogy miért nem jön le az a két leány, felküldte hát a szegény asszony a legkisebb leányát is. Ugyan leányom, eredj már fel, nézd meg, mit csinál a két nénéd, aztán hozzátok le azt a gömböcöt valahára. Felment a legkisebb leány is, de ezt is csak elnyelte a gömböc. Már a két öreg sehogy sem tudta, mire vélni a dolgot. No, apjuk, mondja a szegény asszony, már látom, magamnak kell felmennem. Azok most bizonyosan az aszalt megyet teszik. Felment a szegény asszony, kereste a leányait, hogy nem találta, le akarta vágni a gömböcöt, de a gömböc ezt is bekapta. A szegény ember csak várta, csak várta őket, hogy nem jöttek, gondoltatán valami baj van, felment ez is. Amint közelment a kis gömböchöz, ez elkiáltotta magát. Ham, téged is bekaplak? Azzal bekapta ezt is, de a rossz kócmadzag már az öt embert nem bírta meg, leszakadt a kis gömböt. Elkezdett görögni, görgött, görgött, a padlás grádicsán is legörgött, kiment egyenesen az utcára. Éppen ott ment el egy csomó kaszás, jött haza a mezőről, a kis gömböc azokra is rákiáltott. Ham, titeket is bekaplak? Azzal bekapta ezeket is. Megint csak görgött odább, előtalált egy regement katonát, azokat, azokra is rákiáltott. Ham, titeket is bekaplak. Azzal bekapta ezeket is. Megint csak görgött odább, egyszer csak egy hídra ért, amely alól a víz egészen ki volt száradva, éppen akkor ment arra egy hintó, a kis gömböc félre akart előre ugrani, hogy el ne tapossa, de leesett a hídról, kirepett az oldala, kiömlött belőle a sok ember, ki ki a maga dolgára ment, a kis gömböc meg ott maradt kirepedve. Ha a kis gömböc ki nem repett volna, az én mesém is tovább tartott volna. Lehetőséget adunk, hogy kipróbálják, mennyire ismerik a magyar népmeséket. Nem csak a gyerekeket, hanem a felnőtteket is várjuk egy kis rejtvényfejtésre. A tavaly éven készült rajzpályázatok, pályázóinak az alkotásaiból válogattunk ötöt. Ezeket szeretnénk megmutatni, és arra kérjük Önöket, hogy ha sikerült megfejteni, hogy melyik népmesére gondolt az alkotó, küldjék el nekünk. A helyes megfejtéseket beküldők között értékes jutalmakat sorsolunk ki.